2017-ben a szezonnyitás jól sikerült az íjászok számára, ugyanis az év elején megrendezett országos bajnokságról 3 bajnoki címmel és számos remek helyezéssel érkeztek haza. Azóta egy kicsit lemorzsolódtak a srácok, aki tartja magát és az eredményeket továbbra is hozza, ő Andrékovics Balázs, ő nyáron sikerült eljutni a történelmi Európa-bajnokságra, amit itt Kecskeméten rendeztek, és itt 7. helyen tudott végezni a mezőnybe. Erre külön büszke vagyok, de hát aztán ugye megy tovább a felkészülés, és készül a világbajnokságra, ami idén lesz. Ha minden igaz, akkor Gyula ad neki otthont. Andrékovics Balázson kívül is akadnak ifjú titánok az egyesületnél, akik a folyamatos felkészülés után próbálkoznak majd a versenyzéssel. Lesz egy suli íjász bajnokság májusban, ezt mi fogjuk rendezni az egyik selejtezőjét, ott már elindulnak, és aztán meglátjuk, hogy merre indul a pályájuk. Lesz még ugye más versenyünk is, 3D-s versenyünk is szokásos. Ezeken is majd szeretném őket elindulni, ugye ők még tavaly csak ízlelgették az íjászatot, most kezdenek igazából versenyre járni, és aztán meglátjuk, hogy milyen szép eredményeket fognak tudni hozni. A 3D-s örömi íjászatot az idén március 24-ére szervezik a Sárköz íjászai, majd május 19-én rendezik meg a már korábban említett suli íjászbajnokság selejtezőjét a fiúnevelő pályáján. Aztán lesz még egy versenyünk szeptember 1-én. Az szintén pályaverseny lesz, és szintén ide tervezzük a fiúnevelő pályájára, ez viszont a Dél-Dunántúli régió pályai íjász bajnokságának a zárófordulója lesz. Ide szintén sok embert várunk, és megpróbáljuk ezen a környéken egy kicsit meghonosítani a pályai íjászatot. Nem nagyon van rá példa itt Kalocsa és környékén, hogy pályai íjászversenyt rendezzenek, mi most ezt megpróbáljuk megtörni.